A szerb elnök kijelentette, hogy mindig is nagyon világos volt, hogy Szerbia az európai úton halad, és elkötelezett az iránt. Vučić ugyanakkor hozzátette, hogy Szerbia nagyobb tiszteletet vár el az Európai Unió részéről. Mindkét félnek mindent meg kell tennie a dolgok javítása érdekében. Azt kell mondanom, hogy ezt kell tennünk a közjó érdekében, mondta szerb államfő. Egy dologra azonban figyelmeztetett. Serbia is not very enthusiastic. There are 40% of people that are against our EU accession policy. 40% of people mainly because they see European Union as an institution organization that makes more pressure on Kosovo's independence. That's true, but it doesn't matter regarding political leadership decisions. A szerb elnök telefonon beszélt Angela Merkel német kancellárral, a fő téma pedig Koszovó kérdése volt, vagyis a közelgő washingtoni és brüsszeli találkozók. Vučić és Merkel a Blédi Stratégiai Fórum szünetében egyeztettek, miután lezajlott az a panel beszélgetés, amelyen a szerb elnök volt az egyik fő felszólaló. Hálás vagyok a német kancellárnak, hogy támogatta Szerbia gazdasági és politikai fejlődését, és megértette nehéz regionális politikai helyzetünket, mondta Vučić. Magyarországon valójában az intellektuális szuverenitásért zajlik a harc, azért küzdünk, hogy érvényesíthessük kereszténydemokrata, konzervatív demokrácia felfogásunkat a liberális nézetekkel szemben, hangsúlyozta a 15. Blédi Stratégiai Fórumon Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elmondta, azért harcolunk, hogy ne csak egy, mindenki által elfogadott szemszögből vizsgálhassuk az európai intézményeket és politikát, és lehessen vitázni olyan fogalmakról, mint a család, a nemzet, a kulturális hagyományok, a vallás és a migráció. Az EU-nak a saját biztonsága és a Nyugat-Balkán stabilitásának megőrzése érdekében is szüksége van Szerbiára, mondta Orbán Viktor. On security, I share the point of some others that without enlarging the European Union and accepting Serbia as full member, we cannot complete the security architecture of Europe. Bojko Borisov, bolgár miniszterelnök kritizálta az EU-t a koronavírus járványra adott válasz miatt, és kijelentette, hogy az EU-ban nincs elég szolidaritás, és az európai közösség nem áll készen arra, hogy kezelje a válságot. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök szerint globális válaszra van szükség a világjárvány kapcsán. Szerinte harmonizálni kell az európai intézkedéseket az általánossal, és konszenzust kell biztosítani a gyógyszerek, oltások terén. Janez Janša, szlovén miniszterelnök rámutatott, hogy közeledik a tél, és egyre növekvő aggodalmak merülnek fel az emberek biztonságának megőrzése érdekében, miközben a gazdaságnak működnie kell. Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök úgy véli, hogy a szuverén országok gyorsan reagáltak a járványra, és Lengyelország sikeresebb volt, mint más országok.